Egy játszkiséri általános iskola udvarára ismeretlen tettes mászott be, és a büféből három kis üveg üdítőt vitt el, 900 forint értékben. Erről riasztás érkezett a büfé üzemeltetőihez, így a rendőrök forró nyomon indultak a bűnelkövető után. A 22 éves helyi lakost néhány órán belül elfogták. A megalapozott gyanú szerint a fiatalember ez év júniusától kezdődően havonta egy-egy bűncselekményt követett el. A jász esetek jellemzője, hogy a tettes néhány ezer forintos lopási kárt okozott, míg a rongálási kár százezres nagyságrendű volt. Egyszer, októberben 200 ezer forint felett volt a lopási érték. Gerendákat, szarufákat, valamint födémtámaszokat támaszokat vitt magával a férfi. Ráadásul két elfogató parancs is érvényben volt ellene. A nyomozók négy rendbeli lopásvédség és két rendbeli lopás büntettel követésével gyanúsítják a fiatalt. A a nyomozó őrizetbe vette és indítványozzák letartóztatását.